A legnagyobb keresztény ünnep, változott a menü és a dekoráció is egyre fontosabb szerepet kap. Összefogásra van szükség a mezőgazdaságban. Az alma termesztők 2019-es sikere csak a kezdet, további fejlesztésekre és összefogásra van szükség az ágazat sikeréhez. Fontos döntések, több családvédelmet és az oktatás érintő döntést hoztak meg a parlamentben az utóbbi hetekben, amelyek január 1-től lépnek hatályba. Egy kutatás szerint ma már 14%-kal kevesebben készítenek töltött káposztát a karácsonyi asztalra, mint 30 évvel ezelőtt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ételek mellett a karácsonyi ünnepi dekoráció is sokat változott. Míg a 19. század elején csak egy zöld ág díszítette a lakást, ma már a monumentális fényfűzérek is részét képezik a karácsonynak. A keresztények legnagyobb ünnepének az üzenete azonban nem változott. Az évvégi ünnepkör a szeretetről és a békéről szól. A karácsonyi ünnepkör már sokszor november végén elkezdődik, idén december 1-én vette kezdetét az advent. Ebben az időszakban kiemelt napnak számít a Mikulás és a Luca nap, ezeket a szenteste követi. A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor, a feltállalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. A 24-i vacsora eredetileg alma, dió és méz volt, valamint olyan ételek, mint például a mákos guba, amely apró tölteléket tartalmaz. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a következő év is az szerencsés legyen, és hogy jó események következzenek be, ne éhezzen a család, hiszen ennek valamikor jó néhány évtizeddel ezelőtt is, még a korábbi évszázadokban nagyon fontos jelentősége volt, hogy legyen mindenkinek elég étel az asztalán, és tudjon mindenki enni, mert hát az időjárásnak kitéve nagyon változó volt, hogy milyen termés sikeredett az adott évben. A menü az elmúlt 30 évben azonban sokat változott. A piac és profit által közzétett kutatás szerint 14%-kal kevesebben készítenek ma már töltött káposztát az ünnepi asztalra. Nagyobb teret kapnak viszont a vegetáriánus és vegán ételek. De 19%-kal többen válaszolták azt is, hogy tengeri herkentyűket készítenek karácsonykor. Sokat változott az ünnepi dekoráció is. Míg a 19. század elején csak egy-egy zöld ágat vittek be a lakásokba, ma már monumentális karácsonyfákat állítanak a családok. Az elmúlt 30 évben fontosabb szerepet kaptak a külső és belső házdíszek és fényfüzérek is. Az ünnepi kivilágításon és ételeken túl a kereszténységnek ez az egyik legfontosabb ünnepe. Azt hiszem, hogy ez mindenki számára egyértelmű, hogy a karácsony az nem más, mint Jézus Krisztus születése. Ami annak az örömteli eseménynek a tudatosítása minden évben, remélem minden ember számára, hogy embernek lenni jó. Az emberi lét az egy gazdag valóság, és az Isten, aki úgy gondolta, hogy ezt meg akarja ajándékozni az ő személyes jelenlétével, személyes gazdagságával. Egy olyan születésnap, amikor nem kevesebbet ünneplünk, mint az, hogy az Isten is a mi közösségünkre törekszik. Az egyház tanításai a körülbelül fél évtizede divatba jött adventi koszorúkon is megjelennek. A négy gyertya a békét, a hitet, a szeretetet és a reményt szimbolizálja. Az új szokások megjelenésével párhuzamosan a régi hagyományok egy része, mint például a betlehemezés, kikopott a köztudatból. Nem hajtatnak zöld ágat, például már legalábbis nem tapasztalom a környezetemben, és nem is hallok róla. Régen ezt is Luca napkor kezdték, és hogyha kihajtott a zöld ág, tehát a vessző és zöld lett, akkor ebből azt a következtetést mondták le, hogy a következő évben megfelelő idő lesz a termés számára, illetve hogy a lányok akkor a következő évben biztosan férhez mennek. A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony a szeretetről, a pihenésről és a családdal töltött időről szól. Az egymás megajándékozása is csupán pár évtizede terjedt el és vált szokássá. Összefogásra és öngondoskodásra van szükség az agrárágazatban Jakab István szerint. 2019-ben számos természeti csapás érte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdálkodókat. Azonban aki gondoskodott a biztosításairól, az életben tudta tartani a vállalkozását. A Magosz elnöke azt mondta televíziónknak adott évértékelőjében, hogy a jövőt a szélesebb összefogás és a helyben megtermelt javak feldolgozásának kiszélesítése jelentheti.
Számos káresemény érte a gazdákat 2019-ben. A tartós esőhiány, az aszályos szárazság és az öntözőkutak szárazsága mellett a jég és a vihar okozta a legtöbb kárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Annak ellenére is, hogy idén a tavalyinál korábban már április 15-én megkezdte működését az országos jégkármérséklőrendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium által üzemeltetett rendszernek köszönhetően 2019-ben mindössze 37 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdák, a jégkár aránya pedig csupán 12% volt a mezőgazdasági károkon belül. A természet ellen, a természeti csapások ellen nagyon nehéz tenni. Amit lehetett, megtettünk, jégkár enyhítőrendszert megoldottuk országosan, de sajnos olyan körülmények voltak, amikkel nem lehetett számolni, illetve nem lehetett megakadályozni. Ezért, amikor lehetett és kellett, akkor a de minimis támogatási keretből a kárenyhítést külön, akinek biztosítása nem volt még, azok számára is lehetőséget adtunk. Próbáltunk mindenkit helyzetbe hozni, segíteni, hogy tudjon talprálni, tudjon boldogulni. A természeti károkat érintően a MAGOSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az a gazdálkodó, aki gondoskodott magáról, tudott boldogulni a nehéz időszakokban is, ugyanis az agrárkárenyhítési alap, valamint a biztosítások is a segítségükre voltak. Van egy másik probléma, hogy gyakorlatilag mi az elkövetkező időszakban egy olyan fejlesztést kell, hogy megvalósítsunk ezen a területen, ami már a 21. század embere számára ad megoldást, a 21. század emberéhez alkalmazkodik. Magyarul kutatások zajlanak, fejlesztési stratégia megvalósulás szakaszához közel, az egyetemekkel, kutatóintézetekkel együttműködve. Én hiszem, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megtaláljuk a módját annak, hogy az itt élő emberek egyre sikeresebbé váljanak. Ehhez azonban összefogásra van szükség a MAGOSZ elnöke szerint, aki kiemelte, az almatermelők ügyében is az összefogás nyújtott megoldást a felvásárlókkal szemben, azonban további fejlesztésekre és fejlődésekre van szükség az ágazat életben maradásához. Ezt, ami volt ebben az esztendőben, csak rész sikerként éljük meg, tovább kell a rendszert tökéletesíteni, de ugyanakkor tovább kell lépni a feldolgozás terén. És nem elsősorban almalé vagy sűrítménygyártás, hanem egy lényegesen korszerűbb feldolgozó üzem keretében kell dolgoznunk, méghozzá a nemzetközi trendek, igényeknek megfelelő termék előállításban. Ez, ha az almatörköly humán élelmezési célú rostgyártás, előállításként történő felhasználását jelenti, vagy éppen az alma olajnak a préselését, vagy éppen az alma pulp és egyéb termékek gyártása, vagy éppenséggel a frissfogyasztás, ezt kérem, látjuk majd. Zajlik a kutatás, ezen vagyunk, hogy a hosszú távon tudjunk dolgozni. Jakab István hozzátette, azon is dolgoznak, hogy az öntözővíz a gyümölcstermesztők számára rendelkezésre álljon, és ne vegye át az ültetvények helyét az akác, hanem mindenhol modern, jól gondozott gyümölcsösekben gazdálkodjanak. Több fontos, a családvédelmet és az oktatást érintő döntést hoztak meg a parlamentben az utóbbi hetekben, amelyek január 1-től lépnek hatályba. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a nagyszülői gyed bevezetésével a szülő és a nagyszülő is jól jár, a szakképzés átalakítására pedig a munkaerő hiány miatt volt szükség. Az országgyűlés december 10-én fogadta el a nagyszülői gyed bevezetését, melynek értelmében a még nem nyugdíjas nagyszülők a jövő év első napjától jogosultá válhatnak a gyermekgondozási díjra. A törekvés a kormány családvédelmi akció tervének részeként fogalmazódott meg, annak érdekében, hogy minél több fiatal pár vállaljon gyermeket, megállítva ezzel azt a népességfogyást, amely az országra jellemző az utóbbi évtizedekben. Az a nagyszülő, akinek munkaviszonya van, az a gyed
igénybevétele előtti 2 évben és 365 napon biztosított jogviszonnyal rendelkezik, akkor az gyakorlatilag otthon maradhat a gyerekkel, és ekkor a minimálbér 2-szeresének 70%-át kapja, mint egy 225 000 forintot, és ezt 2 gyerek esetében is igénybe lehet venni, tehát maximálisan 450 000 forintot kaphat a nagyszülő, és akkor nem dolgozik, akkor fizetés nélküli szabadságon van, és megilleti az a védelem, hogy akkor őt nem lehet elbocsátani. Fontos változások jönnek január 1-én a szakképzésben is. Az átalakításról még novemberben döntött a parlament, melynek oka legfőképp az volt, hogy a legtöbb szakmában néhány éve folyamatos munkaerőhiány tapasztalható. Vinnai Győző arról beszélt, az új rendszernek köszönhetően a pedagógusok mintegy 30%-os fizetésemelésben részesülhetnek, a diákok számára pedig több lehetőség kínálkozik arra, hogy bekerüljenek a versenyszférába. Az egyik technikum lesz, nem szakközépiskola, szakgimnázium, 5 éves technikumi képzés lesz, ahol az 5. év végén érettségit tesznek, emelt szintűt is tehetnek, és bizonyos szakmai követelmények megfelelése után egyetemre, főiskolára mehetnek tovább. Ha nem akarnak tovább tanulni, mármint felsőfokon, akkor technikusi oklevelet kapnak az 5 év után, és ez azt jelenti, hogy egy középvezetői állást tölthetnek be a járműiparban, autóiparban, vegyiparban, gumiparban, tehát a különböző cégeknél. Egyébként gyakorlatorientált lesz a képzés. Ha valaki technikumba jelentkezik, ágazati alapozóképzést kap, és utána kapja meg a mérnökképzést vagy a szakmai képzést, ha pedig nem technikumban megy, a másik iskola típus a szakképzőiskola lesz. Ez a klasszikus szakmunkás képző, a 3 éves képzés, ahol 3 év alatt nem kap érettségét, de egy szakmai végzettséget kap, tehát szakmát szerez tulajdonképpen. Még egy fontos ugyanakkor a lakosság mindennapjait kevésbé érintő kérdésről döntött az országgyűlés nemrég. Az elmúlt egy évben gyakran történtek atrocitások a parlament plenáris ülésein. Több esetben obszén kifejezések is elhangzottak, nem egy alkalommal pedig a levezető elnököt akadályozták képviselők munkája elvégzésében. Ennek megakadályozása érdekében szigorított a ház, így fél vagy akár 1 évi tiszteletdíjától is eleshet az adott képviselő, legsúlyosabb esetben pedig az országházból való ideiglenes kitiltás is kiszabható. 124 tétellel az ország egyik legnagyobb értéktárával rendelkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A javaslatokról döntő bizottság 2019-ben 2-szer ülésezett. A tagok bíznak abban, hogy a következő években aktívabbak lesznek a megye lakosai, és még több értékjavaslatot kapnak. A fiatalokat is próbálják megszólítani, évről évre tematikus versenyeket szerveznek nekik. Értékgyűjtő és értékteremtő munka. Ezzel jellemzi a megyei értéktárbizottság feladatait Baracsi Endre alelnök. A listára több típusú érték is kerülhet, az épített és természeti környezettől kezdve, a kulturális örökségen át, az egészséges életmódig. Javaslatot bárki tehet, az értéktár honlapján a letölthető dokumentumok között van egy javaslattételi nyomtatvány, ezt kell elküldeni néhány melléklettel kiegészítve a bizottság számára, e-mailben vagy postai úton. A javaslatok minden esetben a bizottság elé kerülnek. Elmúlt évben 2 alkalommal ülésezett a bizottság, és olyan értékek kerültek be természetesen a teljesség igénye nélkül, mint a Beregdaróci Betlehemes, a Baktalórántházi erdő, aztán amellett a Milotai Dió, a Mária Pócsi kegyhely, vagy hogyha például turisztikai attrakciót akarunk említeni, akkor mindenképpen a Tuséli Pálinka manufaktúrát és az ott végzendő turisztikai munkát, azt mindenképpen kiemelném, szintén az értéktár részévé vált az elmúlt évben, illetve azért még mindenképpen szeretném megemlíteni a Mandala Dalszínháznak a tevékenységét, amely úgy gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét hosszú-hosszú évek, sőt évtizedek óta szövi körbe, és valóban olyan munkát végeznek, amelyre büszkének kell lennünk. A 7 fős bizottság üléseinek gyakorisága mindig attól függ, hogy mennyi javaslat érkezik be hozzájuk. Előző évben 18, de korábban sokkal több értékjavaslat érkezett, és úgy remélik, a 2020-as évben is aktívabb lesz a megye lakossága. A bizottságban egyébként olyan tagok dolgoznak, akik saját területükön valamilyen maradandót alkottak. Az elnök Karaoba Magdolna, és többek között Lenti István és Bene János is tagja a bizottságnak. Jelenleg 124 érték szerepel a megyei listán, de Baracsi Endre szerint soha nem lesz teljes a felsorolás, mivel a jelenben is születnek folyamatosan olyan kiemelkedő teljesítmények,
amelyeknek helyük van az értéktárban. A korábbi években a többi megyéhez hasonlítva valamennyivel kevesebb érték szerepelt a szabolcsi listán, az elmúlt időszakban viszont ez teljesen megváltozott. Ez úgy változott meg, hogy most már a dobogón vagyunk, és hát szeretnénk, valóban nem verseny, de biztos vagyok benne, hogy az a munka, illetve az a lendület, amelyet mi itt igyekszünk ebbe az érték gyűjtésbe belevinni, ez mindenképpen számokban is természetesen eredményeket fog felmutatni. És ráadásul azért, mert itt a megyében tényleg rengeteg olyan érték van, amelynek még helyet kell szorítanunk ebbe az értéktárban. Ezért is gondolom azt, hogy a későbbiekben is büszkék tudunk lenni majd arra, hogyha majd a megyék virtuális rangsorára ránézünk, amelyet egyébként még egyszer szeretnék kihangsúlyozni, de természetesen egyik megye sem úgy végzi az értékgyűjtő munkáját, hogy a másikat szeretné legyőzni. De azért ettől függetlenül büszkék vagyunk arra, amikor azt látjuk, illetve olyan visszajelzéseket kapunk, amelyek pontosan azt mondják, hogy nagyon elégedettek azzal a munkával, amit végzünk, nagyon tetszik nekik, amit csinálunk, és hát örülnek annak, hogyha egy-egy olyan érték, amely adott közösség szempontjából fontos, a megyei értéktárban is helyet kap, és hát hogyha ennek kifelé is van eredménye, illetve látszata, akkor mi ennek nagyon örülünk. Konkrét Szabolcs megyei érték eddig még nem került be a hungarikumok listájára, de a magyar nemzeti értékek között sok helyi érték szerepel. Ilyen például az eredetvédett pálinkák. A közeljövőben remélhetőleg a beregi keresztszemes is bekerül ebbe a listába. Ezt a javaslatot maga a bizottság nyújtotta be. Az Értéktár Bizottság a fiatalokat is próbálja megszólítani. Az iskolások számára például tematikus vetélkedőket is szerveznek megyei és országos szinten is. A diákok javasoltak is már korábban értékeket. Ilyen volt például a beregi kecske sajt, amely Tiszaadonyban készül és már a megyei listán is szerepel. December elejétől Szentes Lázár a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója. A korábban több hazai élvonalbeli csapatnál dolgozó és külföldön is tevékenykedő szakember számára a kisvárdai létesítmény helyzet és az akadémia kárpátaljai kapcsolatai jelentették a legfőbb vonzerőt. Játékosként szerepelt a spanyolországi világbajnokságon, edzőként dolgozott többek között Győrben, Debrecenben, Nyíregyházen, Diósgyőrben és Szaúd-Arábiában, decembertől pedig a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója Szentes Lázár. A szakember korábban is foglalkozott az utánpótlással, Kisvárdán pedig olyan edzői stábot és játékos állományt szeretne tudni az akadémián, amely illeszkedik a klub filozófiájához és képzési rendszeréhez. Az motivált, hogy itt látok olyan hajlandóságot és olyan infrastruktúrát, amiben úgymond megvalósíthatom az elképzeléseimet, hiszen annak ellenére, hogy pályafutásom edzői részét nagyrészt felnőtteknek és profiknál töltöttem, azért az elmúlt 10-12 évben már megtapasztaltam a utánpótlás nevelést, volt kifejezett funkcióm is, amikor szakmai igazgatóként felügyeltem az utánpótlást is, legyen az Magyarországon, vagy akár a közel-keleten. Olyan időszakba kerültem ide, amikor már vége van a bajnokságoknak. Az utolsó fordulót tudtam megnézni a két első osztályú csapatunk közül az U15-ös edzését és mérkőzését. Nyilván ott láttam őket már élesben. Az edzések folyamán pedig folyamatosan nézem, hogy milyen állománnyal rendelkezünk, legyen az játékos, vagy akár edzői állomány. A szakmai igazgató szerint a Munkácsi Akadémiával való együttműködésnek köszönhetően jelentősen megnőtt a merítési lehetőségük. Hatalmas lehetőség a Kárpátalja becsatolása. Ott is még bőven van helyünk a terjeszkedésre. Az idejövetelem egyik oka az volt, hogy ismerve a magyar utánpótlás helyzetet, a gyerekek számát és minőségét, mindenképpen plusz motiváció volt, hogy ezt a lehetőséget még jobban kihasználjuk. A másik nagyon fontos motiváció pedig a egész jó, majdhogy nem kiemelkedő létesítményhelyzet. A cél természetesen az, hogy minél több saját nevelésű játékos szerepeljen a felnőtt csapat keretében. A legjobb az lenne, hogy a mostani 8-9 éveseinket
fölhozzuk arra a szintre, de nagyon jól tudjuk, hogy az 10 év. Hát 10 év, meg 10 év, kinek van egy, nyilván egy fiatal játékosnak van 10 éve edzői pályafutásban, 10 év az nagyon sok. Nyilván utánpótlásról beszélünk, ott az mások a mértékek, hiszen látjuk, hogy a felnőtt profi rendszerben nem, hogy évek, nem 10 év, hanem még talán 10 hónap sincs sokszor, hanem csak 10 hét, de abban bízom, hogy ezt a rendszert nagyon alaposan ki tudjuk építeni, ez egy több éves rendszer, viszont azt jobban meg kell nézni, hogy a most rendelkezésre álló 17-18 éves, akár 16 évesek egy-két éven belül eljussanak néhányan arra a szintre, hogy kopogtassanak azon a bizonyos ajtón. A Várta Labdarúgó Akadémián a megszokott edzői értekezettel zárták az évet, az új esztendőben pedig január 13-án kezdődik majd a munka az utánpótlás csapatoknál Kisvárdán. Híradónk végén jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban. Egy kutatás szerint ma már 14%-kal kevesebben készítenek töltött káposztát a karácsonyi asztalra, mint 30 évvel ezelőtt. Az ételek mellett az ünnepi dekoráció is sokat változott. Míg a 19. század elején csak egy zöld ág díszítette a lakást, ma már a monumentális fényfűzérek is részét képezik a karácsonynak. A keresztények legnagyobb ünnepének üzenete azonban nem változott. Az évvégi ünnepkör a szeretetről és a békéről szól. Számos káresemény érte a gazdákat 2019-ben, a tartós esőhiány, az aszályos szárazság és az öntöző kutak szárazsága mellett a jég és a vihar okozta a legtöbb kárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A MAGOSZ elnöke szerint összefogásra és öngondoskodásra van szükség az agrárágazatban, a jövőt pedig a szélesebb összefogás és a helyben megtermelt javak feldolgozásának kiszélesítése jelentheti. Több fontos a családvédelmet és az oktatást érintő döntést hoztak meg a parlamentben az utóbbi hetekben, amelyek január 1-től lépnek hatályba. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a nagyszülői gyed bevezetésével a szülő és a nagyszülő is jól jár, a szakképzés átalakítására pedig a munkaerőhiány miatt volt szükség. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 24-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, és boldog karácsonyt kívánok. A viszontlátásra!